A segítők szakmai napja az idén átköltözött a polgármesteri hivatalba. 19. alkalommal mindig ugyanarról szól, hogyan tudunk segíteni a szociális szférában dolgozóknak, tapasztalatok kicserélésével és új információk átadásával. Ma közel 150-en regisztráltak, és nem csak Tatabányáról, hanem a közép-dunántúli régióból, sőt Budapestről is érkeznek a segítő szakmában dolgozó különböző területekről. A kommunikáció a fő téma, nem csak a szociális munkásoknak, segítőknek, hanem a pedagógusoknak, és a médiában is a kommunikáció köré szerveződnek az előadások, de a helyi esélyegyenlőségi programmal is megismerkedhetnek a résztvevők, valamint a jelenléti programot mutatja be egy civil szervezet vezetője, Lőrinc Norbert. Mindenkinek a kulcskérdése az, és feladata, a legfontosabb feladata, hogy hogyan tudunk segíteni a bajban lévő embertársainkon, legyenek azok gyerekek, legyenek családok, felnőttek, vagy éppen időskorúak, akár hajléktalanok, akár otthon élő, megöregedett idős emberek. A résztvevőket köszöntötte Schmidt Csaba polgármester is. Belegondolunk abba, hogy rászoruló emberek, akiknek valamilyen bajban segítségre kell fordulniuk, milyen lelki állapotban vannak, mennyire nehéz számukra az, hogy nem tudják megoldani a saját problémájukat, és ehhez segítséget kell kérni. Sokszor azt érzik, hogy minden összeesküdött ellenük, és a minden körülménynek ők az áldozatai, és igazából sehonnan nem kapnak segítőkezet. És ilyen esetben, egy rossz kommunikáció esetében azt érezhetik, hogy a segítő sem próbálja megoldani az ő problémájukat. Hiába próbálna megoldásokat vázolni, ott nem a segítőkezet, hanem egy újabb ellenséget látnak. Ahhoz, hogy ezt el lehessen kerülni, egy jó kommunikációra van szükség. És ebben a kommunikációban tud ez a mai konferencia segítséget nyújtani. A konferencia egyik szervezője is a kommunikáció fontosságát emelte ki. Én azt gondolom, hogy ez egy ünnepnap, ez egy 19 évvel megrendezett rendezvény, szociális munkásoknak, szociálpedagógusoknak, pedagógusoknak. A megyében és a régióval is érkeznek kollégák. A szakmai jó gyakorlatok bemutatása lesz, és olyan a kommunikáció köré szerveződő témák, amelyek a napi munkát segítik. Hát első körben azért, hogy a hozzáforduló segítséget kérő gyermekes családokkal jól megértesse magát, vagy idős emberekkel. Tehát ez egy nagyon fontos része, szelete a szakmánknak.